kicsi köröket fogok rajzolni a levegőbe. Az ördögbottal is megismerkedhettek a gyerekek a pécsi Szent István téren. Az Inspirál Cirkusz Központ a Fényfesztivál keretein belül tartott foglalkozást kicsiknek és nagyoknak. A zsonglőrködés számos eszközét kipróbálhatták az érdeklődők. Labda, karika, buzogány, diaboló, van zsonglőr tányérunk is, poi, amit így magad körülforgatsz, és nincsen korhatár. Tehát tulajdonképpen van olyan, hogy tényleg az éppen totyogó kisgyerek is már oda jön, és neki is például egy pörgő tányért már a kezébe tudunk adni, amit így meg tud fogni a kis mancsaival, és így csodálkozik rajta. És van olyan, hogy nyugdíjasok is beállnak, és óriási élvezettel, akár az unokáikkal együtt játszanak. A civil szervezet egyébként már évek óta jó kapcsolatot ápol a Fényfesztivál szervezőivel, többször is részt vettek a korábbi rendezvényeken. Pál Bendegúz stábunknak elmondta, az egyesületi elmondata a cirkusz minden. Ehhez pedig tartják is magukat, hiszen a mutatvány színház megismertetése a cél. Mivel itt ugye nem artistákat nevelünk, itt nem az a cél, hogy megtaláljuk a legnagyobb tehetségeket, és akkor nagyon szigorú szűrő, hanem hogy magát az élményt, magát ezt a cirkuszi felszabadult mozgást bárkinek átadhassuk, ez kortól, nemtől, bármiféle politikai beállítottságtól függetlenül bárkinek lehetséges. Bár a Fényfesztivál sötétedés után igazán látványos, napközben is számos ilyen és hasonló programokon vehetnek részt a pécsiek és a turisták. A rendezvény egészen július 10-éig tart.